Sziasztok srácok, én Martin vagyok, és elérkeztünk a valószínűleg utolsó retrofizálós pack openinghez, mivel ugye hát 38 óra van hátra az egész eventből, szóval több refreshre nem lesz már idő, de azért én reménykedem abban, hogy ezért a rohadt sok throwback pontért, amit itt kaptunk így az arcade mód alatt, beraknak valamilyen offert, amit meg lehet belőle vásárolni, mert azért hát majdnem 2000 ilyen pont megmarad a semmire, azért az kicsit durva lenne. Nos, srácok, én azt terveztem már a videóra, hogy egyrészt ugye kinyissuk a szokásos 5 darab ilyen pontunkat, illetve majd nyitunk egy-kettő ilyen packet, aztán kinyissuk a garantált Prime Icon packet, mert szerencsére végre azt is kigyűjtöttem, és hát ez még nem biztos, de lehetséges, hogy egy ilyen kisebb, hát egy mini team upgrade-et is be fogok szúrni a videó végére. Na de nézzük a csodálatos kedvenc packeinket. Az első az szokásos 25 fénypontot adott, eddig nagyszerű. Következő pack, Na, ez már jobban tetszik, igaz, hogy csak 30 fénypont, de adott egy EOE retro pontot, hát most, igen, az nem a legjobb, de egyefene. Következő pack, nem adott megint semmit, csak 25 fénypontot, jó lesz ez, így jó lesz. Nézzük a következőt, ez már a negyedik, utolsó előtti, 30 fénypont, hát én beszarok. És az utolsó pack, és hála Istennek ezután már ezzel sem kell foglalkozni, nem fogod felcseszni magad ezen, hogy 25-től 50 pontig kapsz, csak úgy, hogy mehetünk is tovább. Hát most ez a 380 darab fénypont, ez 2 darab pack nyitására lesz elég. Hát most, na, először nézzük akkor ezt. És nem adott semmit, egy Rosicki és egy Weidenfeller. Jó, hát ezekkel az égvilágon semmit nem tudok kezdeni. Úgyhogy, na most van kettő lehetőségünk. Hogy őszinte legyek, egy támadó kéne a legeslegjobban, mert azt föl tudnám használni még rankáphoz. Ebből kettő támadó is van, ami eléggé jó. Itt csak egy van, és igazából szerintem az lesz a legjobb választás, hogyha azt nyitom ki. Nyilván itt három támadó is van, de mint tudjuk, ezek a Team of the Season pack nem éppen a kedvenceim. Úgyhogy szerintem megvan a győztes pack. A Carnival. Na nézzük az elsőt. Ad-e valamit, és nem adott sajnos semmit, csak egy Zentnert és egy Ariaszt. Nézzük akkor a másik packet. Hát ha ez beadja. Nézzük, és ott van! Ott van, srácok! Valamit adott. Csak légy színe Pedrót. Azt az egyet ne. Jó, most az se lenne rossz, csak egy csatár kéne, könyörgöm. A másik egy Young, Gideon Young, azt. Na nézzük. Léci Torrest vagy Augustint. Torrest vagy Augustint adjad. 3, 2, 1. És ott van a Pedro. Na jó van. Kiégek, esküszöm kiégek. De nem baj, srácok, ez is egy nagyon jó kártya. Hát az a baj, hogy egyelőre nem tudom felhasználni, viszont hát nem tudom. Elméletileg nagyon jó kártya, mert valaki használja aztán még a mi ligánkban is.
Hát most, hogy lecserélném rá James Rodriguez-t, ez egy jó kérdés. Majd kiderül, mert most jelenleg az az állás, hogy ezt fel tudjam használni, kéne egy base 92-es középpályás, vagy esetleg base 93-as, ami valljuk be nem olyan olcsó. Tehát 6 milliótól kezdődik azt hiszem a 92-es Dybala, de lehet, hogy már drágább, és ő a legolcsóbb, tehát igen. Jó van, srácok, igazából nem vagyok annyira szomorú. Jobban örültem volna egy csatárnak, mert az instant mehetett volna a rangba, de ez van. Térjünk át a Prime ikonra, ami már egy kicsit érdekesebb dolog lesz. Itt is van ez a gyönyörűség, hát mondanom sem kell, hogy milyen OP játékosokat lehet ebből kapni. Na most a felállás az az, hogy az egyértelművé vált szerintem a számotokra, hogy egy támadó játékosnak mindenféleképpen örülnék, mert az egyértelműen mehet rankába. Viszont, hogyha véletlenül nem támadó játékost kapnék, akkor fordul elő az a helyzet, hogy jöhet egy Ronaldinho, ami nagyon jó lenne, mert őt használnám is az 1000%, mármint a csapatomba. Mateuszt azt nem használnám, mert én teljesen mértékben meg vagyok elégedve Pötivel. Hát Puyolt azt, hát bakker, azt nem tudom. Lehetséges, hogy őt is azért kipróbálnám, de nem tudom. Meglátjuk, hogyha őt kapjuk esetleg, de ne így legyen. Akkor van egy Van der Sar, na őt, ő lenne a legjobb, esküszöm nektek, azonnal beraknám a csapatba. És bakker, konkrétan az egész csapat tudna a Rainbow-ot, mivel hogy ő tudja, már így is. Szóval Van der Sar az nagyon kéne. Hulit az egyáltalán nem, out of position, midfielder, szóval nagyon nem kéne. Maradona is maximum azért, mert használnám, de hát inkább Ronaldinho. CF Pelé az kizárólag csak rankába tudnám felhasználni. Maldini az még jó lehet, mert a sima ikonkártya is azért eléggé OP. Pelé az ugye csatár, szóval mindenféleképpen jól jöhet, viszont lehet, hogy azért egy 99-es Pelét azt lehet, hogy használnám bakker. Roberto Carlos és Zanetti egyáltalán nem kell, tehát messziről kerüljenek el engem. És akkor az utolsó három az pedig egyértelműen jöhetne. Ronaldo Henry és egy LV Henry. Hát jól van, srácok, szerintem lehúzzuk tovább az időt Clay Michael. Egy támadó játékosnak mindenféleképpen örülnék, mert akkor van egy Van der Sar, na őt, ő lenne a legjobb, esküszöm nektek, azonnal beraknám a csapatba. Nézzük, hogy miért szenvedtünk 1200 pontot. Miért szenvedtünk 300-400 meccset. Nézzük, kit fog adni ez a gyönyörű pack. Bárkit adhat, komolyan mondom, csak ne Carlost, ne Zanettit és ne Hultot. Jó, még Mateuszt az, aki kérdéses, de őt sem nagyon kéne, hogy adja. Ezt a négyet ne, jó? 3, 2, 1, és nézzük, kit ad. És Van der Sar, bazd meg! Na ne. Na jó. Hoppá, ne, bakker, azt hittem, hogy nyomtam. Kép, screenshot, minden. Hát bazd meg, ezt mondtam, hogy ez lenne a legjobb. Ruhat sok megoldás, de bakker. Nem csak az a fő célpont volt, hogy mindenki rainbowozzon, mert kitérlek, hogy a kapus rainbowozik, vagy nem, de bakker. Egy Prime ikon Van der Sar. Egyrészt ez olyan ritka, hogy nagyon ritka, mert a FIFA mobil közösségének szerintem maximum az 5%-ának van egy Prime ikon Van der Sarja. De még a sima Van der Sart is azért bele tenni ebbe a listába, hogy azért az sem mindenkinek van. Na jó, srácok, most. Most pedig végleg kéktem, esküszöm, bakker, csak most jó értelemben. Te jó Isten. Mi van itt? Hát ez gyönyörű. Na jó van, srácok.
Ennek most rohadt örülök. Viszont az a helyzet, hogy nem kaptunk támadót se a Primeconból, és se a Retro Starsból, ami azt jelenti, hogy nem tudunk olyan sokat fejleszteni, viszont még kettő óvért így is tudunk dobni a csapatunkon, szóval ez tényleg egy nagyon-nagyon mini upgrade lesz. Viszont ahhoz, hogy ezt megvalósítsam, kell egy Sergio Ramos. 85-östől kezdődik az egyértelmű, viszont megnézzük, hogy mennyibe megy. Oha, hát akkor ezt el is visszük. Nem érdekel, nem várunk, srácok, nem várunk. Gyorsan elfeleztük ezt a kettő OVR-t, egy Ramosba megy, és ő is ilyen szép lesz. Na, nem a Duplicit megy a Toti, hanem Base 91-nek. És akkor nézzük, gyönyörű Team of the Season Sergio Ramos, ilyen szép szárnyakkal. Szerintem ez néz ki a legjobban így dizájnügyileg. Úgyhogy ja, na, a következő rankább pedig nem Van Persie, nem Milinkovic-Savic, hanem Pöti. Mert ehhez nem kell... nem kell duplicate. És most itt van Pedro is, ugye? Csak nincsen több és 92-es középpályásom, szóval ezért nem tudok többet. Na mindegy. Meglátjuk, hogy mi lesz ezzel a Pedroval. Így né. És akkor most egy ilyen frissítés, és már is 137 OVR-ek vagyunk. És még valamit megcsinálunk, gyerekek. Még valamit megcsinálunk. Sajnálom, Ederson. Sajnálom, hogy ezt kell, hogy tegyem, de... azért ezt a Primeikon Van der Sart, ezt muszáj betenni a csapatba. Sajnos a 12-es a bújtja, szóval még azzal is elmegy pár coins. Hol van? Ja? Bóbakker. Hát ezt nem hiszem, ezt a második line-up. Na, ide is berakjuk. És akkor nézzük. Train Player. Ederson berakjuk. Konkrétan full ingyen. Tudjuk átvinni ezt a rangot. Úgyhogy meg is tesszük, ez egyértelmű, srácok. Ez egyértelmű. Ott is van a Van der Sar. Még annyit csinálunk, hogy följebb visszük a boostját. Hát most ez lehet, hogy többbe fog kerülni, mint maga az egész játékos. De mindegy. Mármint, hogy Edersonra gondolok, hogy ő többbe kerül ez a fejlesztés most, mint Ederson. De megvan. Itt van 15-ös boost. 1 millió coin, kit érdeke? Itt is van a csapatunk. Leszkrineljük, hogy ott az a gyönyörű Van der Sar. Hát ennek most rohadt örülök, gyerekek. Ennek most nagyon örülök. Hát jelenleg még azért Hamesnél konkrétan majdnem semmiben sem jobb Pedro. Meglátjuk, mi lesz vele, meglátjuk. Lehet, hogy még van egy event, ugye egy preseason. Szóval ott is még lehetnek dolgok. Na jó, most srácok, köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a gyönyörű videót. Hogyha tetszett nektek is, akkor iratkozzatok fel, és csapassatok egy lájkot. Nyomjatok be a csöngőt is. Majd találkozunk legközelebb. Sziasztok!